Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Azt beszéltük éppen itt a vendégekkel, hogy igencsak pezseg a közélet, hétvégén is pezsget, meg ma is pezsget, úgyhogy lesz mit megbeszélnünk bőven. Már is mutatom a vendégeinket, itt van Dorosz Dávid, a Párbeszéd kampányfőnöke, Sermer Ádám, a Liberálisok ügyvivője, és Vasali Zoltán, az IDEA Intézet politológusa, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vannak. És mielőtt belevágunk az első témába, előtte bemutatom Önöknek a mai nap kérdését, mert hogy a műsor második felében beszélgetünk majd arról, hogy mi történt Bangónéval. Ugye erre céloztam, hogy pezsgett a közélet a hétvégén, mert hogy az MSZP országos elnöksége ugye úgy döntött, hogy kizárja és a mandátumának a visszaadására is felszólította Bangónét, mert hogy hazudott a diplomájáról. Ehhez kapcsolódik tehát a mai nap kérdése, amit most meg is mutatunk Önöknek gyorsan, hogy tudjanak még szavazni. Azt kérdeztük, hogy Önök szerint egy országgyűlési képviselő munkájához szükséges-e, hogy diplomával rendelkeznek. Hát 61% azt mondja, hogy nem feltétlenül szükséges, 39% mondja azt, hogy nagyon is. Számomra egy kicsit meglepő az eredmény, de természetesen erről beszélgetünk majd, és ahogy említettem, a műsor második felében. Az első témánk pedig ugye arról szól, hogy úgy tűnik, hogy tovább gyűrűzik a Völner-Schadl botrány, mert hogy a 444 által ismertetett nyomozati dokumentumokból az is kiderül, hogy a végrehajtói kar elnöke 100 milliókat, sokszor az osztalék 100%-át is beszette azoktól a végrehajtóktól, akiket ugye Völner államtitkár segítségével nevezte ki. Nézzük meg a részleteket, aztán ezzel kezdünk. Őszintén mondhatom Önöknek, hogy körülbelül annyi elnézést a pestés kifejezésért cirkusszal járó ingatlan kiürítési eljárás van, amennyit a tévében látunk. A végrehajtók munkájáról és a jogi eljárásról is beszélt még 2019-ben Schadl György. A Jakubcsek Pluszban a hivatalos végrehajtói jutalék mértéke is szóba került. A jutalék kérdés azért nem úgy működik, hogy valaki hasraütésszerűen kitalálja, hogy 30 millió forintot kér, különös tekintettel arra egyébként, hogy ez 4 millió forint körüli összegben van maximalizálva. Most arra derült ki, nem csak a végrehajtások után kaphatott jutalékot a végrehajtói kar elnöke. A 444.hu által megszerzett nyomozati iratokban az szerepel, az osztalék 50 vagy 100%-át kérte azoktól a végrehajtóktól, akiket Völner Pál államtitkár segítségével neveztek ki. Négy közülük 40 és 80 millió forint közötti összeget adott Schadlnak, hárman ennél is többet, 190 és 250 millió forint közötti összeg landolt a kamara elnökénél. A portál szerint mindezt több év alatt fizették ki Schadlnak, aki cserébe havi 1-2 millió forintot juttatott nekik a pár százezres fizetésük mellé. Ketten beismerő vallomást tettek, öt végrehajtó viszont tagadta a bűncselekmény elkövetését. Az iratok arra is kitérnek, hogy Schadl egyik sofőrje egy jól megtermett férfi szedte be a végrehajtóktól a kenőpénzt. Az összegekről a végrehajtói kar vezetője külön házi pénztárt vezetett, Excel táblában rögzítette a befolyt korrupciós pénzeket. Hát ugye egyre több részlet derül ki, ugye tudjuk, hogy ez 1700 oldalas ez a bizonyos nyomozati dokumentum, amelynek a részleteit folyamatosan ismerjük meg. Ki mit gondol, hogy mennyire lehet mondjuk a választásokat befolyásoló tényező ez az egész ügy, mert úgy tűnik, hogy azért folyamatosan tudunk meg részleteket. Aztán mi beszéljünk ezekről a részletekről is, mert szerintem elgondolkoztató, ami mondjuk itt az Excel táblázatokról kiderült, de akkor a kérdés az az, hogy mennyire fogja, vagy befolyásolhatja egyáltalán ez az ügy a választásokat. Ki az elemzőként azt gondolom, hogy a Pegazus óta azon gondolkozom, hogy melyik ügy lesz olyan, ami valóban hatással lesz, és amit az ellenzéki pártok napirenden tudnak tartani, de hát ebben az esetben hát ez olyan egyenlőségeket lehet tenni egy korrupt állam, ráadásul pont egy olyan társadalmi réteget érintő kérdésben, ami szociálisan nagyon érzékeny, hogyha ezt egy kampány kezdet, a hivatalos kampány kezdetekor nem tudja fenntartani az ellenzék, akkor ez egy olyan feladott labda, ami nagyon nagy hiba lenne, úgyhogy valószínűleg ez folyamatosan téma lesz, és a részletek is folyamatosan téma. Tehát akkor igen, a igen, egyértelmű, igen, bocs, ugye hosszabb. Azt gondolom, hogy ebben az ügyben nagyon szépen benne van az egész NER és az egész Fidesz világ, tehát a zacsitasiban hordott milliókontól kezdve ezen a feudális, lényegében feudális lemenőrendszeren keresztül át a lebindzsizett egyetemi vizsgákig, hogy a kiválasztott keveseknek mindent lehet, át lehet hágni a szabályokon, és mások kárára élősködhetnek, és a magyar társadalom többségének kárára élősködhetnek. Tehát én is egyetértek, megvan ebben a lehetőség, hogy ez egy kiemelt és fontos téma legyen, pont azért, mert egy ügyben, egy tanmesébe sűrítve meséli el azt, hogy az elmúlt 12 év Orbáni uralma az mihez vezetett.
Igen, én is azt gondolom, hogy egyébként a választásokat is fogja tudni befolyásolni ez az ügy, hiszen most már kellően közel is vagyunk a választásokhoz, és még ki sem derült minden egyes részlet. Tehát ahogy az előbb is elhangzott, valóban még fogják csöpögtetni ezeket a további adatokat. Én is azt gondolom, hogy itt a NER-re világít rá nagyon jól ez a helyzet, egyébként a Pegazus botrány is, és az valószínűleg a választáskor kevés dologra kell majd igazán emlékeztetni a választókat közvetlenül a választás előtti napokban, de a Pegazus botrány és ez a Wörner ügy, ez kettő egyébként együtt lesz. Vagy különböző, mert hogy a Pegazus ügy az legalábbis egyelőre úgy tűnik, hogy nem annyira viszont volt. Azért nagyon fontos, mert ahogy egyébként elhangzott, valóban a NER-nek a működésére világítanak rá jól ezek az ügyek, és itt az összegek is, amik elhangoznak, azért azt tegyük gyorsan hozzá, hogy csillagászati összegekről beszélünk, tehát olyan összegekről, amik egy-egy zsebben landolnak, és egyébként egy átlagos magyar állampolgár, aki tisztességes bérrel, tisztességes munkával keresi a betevőt, az egyébként nem is találkozik ilyen összegekkel soha életében. De ez egyébként csak egy apró pici szelete az egész NER-nek. Tehát, hogy ezek a csillagászati összegek, ezek pusztán a végrehajtói karhoz kapcsolódó és ahhoz tapadó korrupciós ügyeknek egy szelete. És egyébként, ahogy a rendszer összeáll, és talán már ebben a stúdióban is azt próbáltam hangsúlyozni, hogy a senki se felejtse el, hogy itt most lehet, hogy Wörner párról beszélünk, és Schadl-ről beszélünk, de alapvetően a rendszer csúcsán Orbán Viktor ül, és minden ilyen ügy egyenesen kötődik hozzá, teljesen mindegy, hogy ki az érintettje közvetlenül, a végső áment Orbán Viktoron kívül senki nem mondhatja rá semmilyen ilyen korrupciós ügyre. Tehát ez hosszú ideig csak úgy tud működni, ha ez egyébként Orbán Viktor ámenét tudja a háttérben. Csak egy mondat, hogy azért is különlegesen érdekes. Ez mondjuk azért elég nehezen bizonyítható ilyen értelemben az állítás. Ráadásul az, hogy ugye itt azért egy államigazgatási kudarcról is szó lehet, egy kormányzati kudarcról is lehet, hogy mondjuk egy ilyen korrupciós kockázatot ilyen értelemben nem sikerült megállítani. Tehát az, hogy ez Orbán Viktorig vezethet, nem egy egyszeri esetről van szó, hanem egy hosszú ideig tartó folyamatról. Hát ez nem, Wörner ugye a Varga Juditig vezethet, de hogy amit előbb akartam mondani, és halk vagyok, próbálom hangosabban, mert hogy abban a szempontból izgalmas, hogy ne felejtsük el, hogy az eddigi kampányokban azt tapasztaltuk, meg az elemzések egy része is azt mutatja, hogy mintha a magyar társadalom immunis lenne egy idő után a korrupciós problémákra. Miközben azért látszik a Fideszen is, hogyha azt nézzük, hogy próbálja megszüntetni a paraszolvenciát, amióta regnál, próbálja a rendőrséget is kihozni, és végül is talán ott még valahol sikeres is volt. Tehát arra akarok kiukadni, hogy igen, tehát az ellenzéknek kell egy olyan ügy, ami egyrészt folytatásokban közölhető a kampány alatt, megmutat egy olyan szeletét a társadalmi problémáknak, ami egyszerűen vállalhatatlan ilyen körülmények között. Ez szerintem üzenetértékű is. Akkor még egy részletet, ami számomra tényleg érdekes volt. Ugye arról beszéltünk, vagy azt tettem fel az előbb, hogy ez az államigazgatás rendszerére ilyen értelemben mennyire világít rá, és ugye itt elhangzott az előbb az anyagban is, hogy ugye egy Excel táblázatban vezették tulajdonképpen a begyűjtött pénzt, és ugye a végrehajtóknak a monogramjaival szépen bejelölgették a forrást. Tehát nem arról van szó, hogy egy ilyen nagyon hiper-szuper informatika rendszer működött volna, amit ezt nem most eltüntettek, hanem egy Excel táblázatban vezették ezt végig. Azért ez egy kis színes, mondjuk így, ki hogy látja. Egy maffia hangulatot szerintem egy ilyen kis fekete fedelű jegyzőkönyv sokkal jobban passzolt volna. Persze én sem cinikusan akarom, hát nem, nevetséges. Tehát, hogy valószínűleg lehet, hogy ebben hibák is vannak, és a saját korrupciójukat nem tudták nyomon követni, olyan tételekről van szó. És egyébként gyanítom, hogy ez sokszor ki is kellett nyomtatni ezt az Excel táblát, hogy egy-egy szereplő egyébként ámen tudjon adni egy pecsétet, mert le tudja Igen. rakni egy folyamatra, ahhoz ez sokszor ki kellett nyomtatni ezt az Excel táblát, ahogy rá tudták illeszteni egy A4-es papírra fekvőbe, állóba, ahogy sikerült. Na jó, menjünk akkor tovább, és a korrupció témájával folytatjuk, mert hogy Hatházi Ákos adott egy interjút a Partizánnak, és azt mondta, hogy ellenzéki győzelem esetén miniszter lesz belőle. Nézzük. Márki-Zay Péter engem felkért, és nagyon megtisztelő felkért, hogy vezessem a korrupciós munkát az új kormány esetén. Mindez tárca nélküli miniszterként végezné Hatházi Ákos az ellenzék választási győzelme esetén. Híradónknak arról is beszélt, miniszterként milyen tervei vannak. Két fő feladata van, az egyik, hogy olyan törvényeket és szabályokat hozzunk, amelyik kormányváltás után megnehezíti az elkövetők dolgát,
és valóban végre csökkenti azt a mérhetetlen korrupciós nyomást, ami alatt Magyarország áll. Hadházi Ákos szerint a feladat a korábbi ügyek jogi felelősségre vonása lenne. Márkizay Péter megerősítve Hadházi tárca nélküli miniszteri felkérését kiemelte, hogy a választásokig más miniszteri posztról nem esik szó. Semmilyen ígéretet nem tettünk. A következő kormánynak csak a győzelem után lehet majd különböző pozícióit kiosztani. Ez alól kivétel Hadházi Ákos, aki ugye már nem is egy tárcát, hanem csak egy tárca nélküli miniszterkülget kért. Én még Karácsony Gergely az előválasztás során ígértük meg neki, hogy bármilyen pozíciót, amit szeretne, mi támogatni fogunk és megadjuk neki. A Momentum a támogatását emelte ki Hadházi felkérése kapcsán. Induljunk ki akkor abból, amit Márkizay Péter itt az előbb ugye azt mondta, hogy nem lesznek pozíciósztogatások, és ez alól kivétel Hadházi Ákos. Miért? Miért kivétel Hadházi Ákos? A korrupció ellenes harcnak, amit egy kormányváltás esetén abszolút turbofokozatra kell kapcsolnia, kell, hogy legyenek intézményi garanciái, ez lesz az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, vagy ez lesz a korrupció ellenes ügyészségnek a felállítása, de az intézményi garanciák mellett jó, ha vannak személyi garanciák is, és Hadházi Ákosnak az ilyen szerepvállalása, azt gondolom, hogy az elmúlt években általa elvégzett munka, és az az elkötelezettség, és az a harcosság, amit az ilyen ügyekkel és a korrupcióval szemben képviselt, ez egyfajta személyi garanciát jelent, és ilyen szempontból fontos és kiemelt szerepet kell, hogy kapjon. És éppen ezért, hogy ez a választások előtt ilyen formában nyilvánosságot kapott, éppen, hogy ezeket az intézményi és személyi garanciákat erősíti. Mondjuk más területen is vannak szerintem elkötelezett szakemberek, akiket mondjuk meg lehetett volna nevezni, és Márkizay Péter eddig mindig nagyon is ügyelt arra, hogy elmondta, hogy neki tanácsadói vannak, egyelőre még pozíciókról nincs szó. Ezért is kérdezem, vagy hogy meglepő volt talán, hogy kivételt képez Hadházi Ákos. Szerintem Márkizay Péter megértette azt, hogy túl korán kormányt hirdetni egy győzelem nélkül az őt magát hozza a nevetséges helyzetbe. Egyrészt másrészt nagyon érdekes volt látni, még korábban talán emlékeztek rám, amikor a program, még ugye a közös program sincs végül is talán véglegesen kihirdetve, de hogy ott legalább akik írják a programpontokat, azok meglettek nevezve, és akkor is kérdezték tőle, hogy akkor ez egy árnyék kormány? Nem, hanem ez a közös ellenzéki programnak. Igen, tehát hogy abban meg teljesen egyetértek, hogy ellenzéki oldalon, még akkor is, hogy ugye Hadházi egy konfliktussal távozott az LMP-ből, és lehet, hogy egy olyan embernek tekintik, aki minden konfliktust felvállalt, tehát kicsit talán ilyen túl konfliktus központú, de hogy nagyon eredményes a korrupció ellenes harc, és hát az ellenzéki oldalon nagyon tudnék mellett olyat említeni, aki szakpolitikailag ennél több eredményt le tudott volna tenni az asztalra. És a kérdés akkor tovább is dobom ide, hogy akkor ez azt jelenti, hogy van árnyék kormány, mert tényleg eddig mindig arról volt szó, hogy egyelőre ilyen nincsen, akkor ezek szerint mégiscsak lehet, hogy van? Én nem tudom, hogy lenne bárkinek a fejében már kész árnyék kormány tervezet. Egyébként meglepne, hogyha ezt valaki most úgy konkrétan úgy gondolna, hogy ő már tudja, hogy lesz. Először is meg kell nyerni a választást, és utána lehet majd erről beszélni, tehát ez fontos, hogy elhangzott. Amit az előbb mondtál, azzal nagyon egyetértek, hogy minden konfliktusát felvállalta a Hadházi Ákos oldal függetlenül. És azért ez ebben a pozícióban egy nagyon fontos tulajdonság, ugyanis itt nem csak arról van szó, hogy az eddigi bűnöknek az elszámoltatásáért kell majd felelni, hanem egyben ennek a feladatkörnek lesz egy nagyon fontos szelete, hogy tanulva az Orbán kormány és az Orbán rendszernek a mészárlásából, legközelebb már sose engedjünk újabb ilyen esetet bárkinek. Nem teljesen mindegy, hogy honnan fog előkerülni, lehet az a mostani ellenzékköreiből, aki majd valaha egyszer megpróbálna ezt, de arra már biztosan legyenek addigra a rendszerben olyan biztosítékok, amik ezt nem engedik. Tehát itt nem csak az eddigi bűnöknek a felgöngyölítése lesz egy nagyon fontos feladat, hanem egy teljesen objektív, oldalfüggetlen biztosítékrendszer kiépítése, ami egyfajta fékként és ellensúlyként be tud kapcsolódni majd a magyar közigazgatásba és államigazgatásba. Ugye egyébként Márkizay Péter azt mondta, hogy ő kérte
ezt a miniszterséget, ugye itt az hangzott el. Tehát nem az volt, hogy ő, ugye Márki-Zay Péter, vagy a Hatházi Ákos ugye azt mondta, hogy felajánlotta neki Márki-Zay Péter még azt mondta, hogy kérte ezt a miniszterséget. Ebből a szempontból ennek van, vagy lehet jelentősége, és kampány szempontból mennyire fontos, hiszen az ő radikalizmusa már, mint ami az elszámoltatást illeti, az egyik központi üzenete. Nem tudom, hogy hányan veszik ezt észre, de hogy nagyon jogos, amit mondasz, tehát, mert hogy abból a szempontból is, hogy igen, tehát hogy Márki-Zay Péternek a kommunikációs fejlődését majd lehet, hogy később valaki megírja egy ilyen elmúlt két hónap ívét, és tényleg hát lehet látni azt, hogy minden megnyilatkozása mögött próbálnak hibát is keresni, és ő is próbál egyre pontosabban fogalmazni, és lehet, hogyha például ilyen esetben egy ilyen pici ilyen villongás kiderül a háttérben, akkor az valamelyik szereplőnek rosszul esik, de nagyon nagy jelentőséget mondjuk ebben az esetben ennek nem tulajdonítanék. Többiek? Igen. Nincs ennek jelentősége, hogy kiérti kapja? Csak azért, mert hogy a többiekkel szemben, akkor, ha már erről beszélgettünk, vagy a többi párt vonatkozásában. Én sem gondolom, hogy ennek jelentősége lenne. Jelentősége annak van, hogy ez egy nagyon erős üzenet a választások előtt, mint a szakpolitikai programunk egyik kiemelt megvalósítási eszköze, és jelentősége pedig annak van majd, hogy ezt követően a választások után milyen munka és milyen valódi változásokat fog ez hozni a korrupció ellenes küzdelemben. Egyébként Hatházi Ákos beszélt arról, hogy hogyan működik, mert egész konkrétumokat elárult ugye itt a műsorban, a Partizánnak a műsorában, hogy hogyan működik majd. Igaz, azt mondta, hogy a konkrét részterek nincsenek meg, de már van munkaneve ennek a hivatalnak. Elmondta, hogy nagyjából milyen nagyságrendű, milyen financiális háttérrel fog működni, mekkora összegből fog működni. Tehát úgy tűnik, mintha nagyon konkrét tervei, elképzelései lennének. Ez mennyire van mondjuk egyeztetve akár a többi párttal, vagy ezt hogy kell elképzelni ilyen vonatkozásban? Szerintem az nagyon fontos, hogy az ellenzéki pártoknak és az ő hozzájuk csatlakozó szakértői csapatoknak nagyon pontos elképzelése legyen arról, hogy ha megnyerjük a választást, akkor másnaptól kezdve mi az az első legfontosabb 10-100 lépés, amit végig kell járnunk ahhoz, hogy valóban biztosítékokat építsünk bele az új rendszerbe, és felgöngyölítsük az eddig történteket. Tehát én nagyon rossznak tartanám, ha nem tudom, szemérmeskedve megpróbálnánk azt állítani, hogy ó, majd ráérünk gondolkodni azon, hogy mit is csináljon egy ilyen minisztérium, ami jelenleg nem létezik, az európai ügyészséghez nem csatlakoztunk, a jelenlegi kormány nem hajlandó napirendre se venni ezt a kérdést, tehát hogy amikor ennyire egyértelműen leromboltak egy jól bevált és egy ideig átmenetileg a rendszerváltás után úgy tűnt, hogy működni is képes rendszert, akkor amikor arra készülünk, hogy ezt a rendszert újjáépítsük, tanuljunk az eddigi 12 év összes hibájából, és ha úgy tetszik, akkor a Fidesz legyen az, aki rávilágítson a kiskapukra, amiket be kell tömködnünk a jövőben, akkor innentől kezdve tulajdonképpen az államnak az immunrendszerére egy jó behatása volt a Fidesznek, és kiküszöböljük a hibákat, de ehhez nagyon pontosan fel kell készülnünk arra az opcióra, hogyha megnyerjük a választást, és esetlegesen például kétharmadot is szerez a jelenlegi ellenzék, akkor másnap reggeltől mik azok a legfontosabb lépések, amikkel el kell indulnunk. És akkor a korrupció ezek szerint mondjuk egy ilyen kiemelt szerepet játszik az ellenzék programján, kiemeltebb, mint mondjuk akár a többi. Bocsánat, csak ezt maga a Fidesz fogalmazta meg, hogy a NER rendszernek az egyik lényegi alappillére a korrupció. Arra épül, nem véletlenül lebontani is azon keresztül lehet. Én csak egyre utalnék még vissza, hogy azt jó látni, hogy van egy politikus, akiről egyrészt elhiszem azt, hogy egy több száz oldalas dokumentációt valóban elolvas, és abból le van egy következtetést, és ráadásul itt meg úgy viselkedik, mint aki képes lenne egy intézményt nem csak vezetni, hanem egy struktúrát felépíteni, hogy hatékonyabban tudjunk védekezni a korrupció ellen, mert ugye ezt már mindenki utalt rá, de ugye az elmúlt ciklusokban nem csak a Fidesznél, korábban sem túl sok sikerélményt tudott felmutatni. Tehát, hogy és még azt is alátámasztja, amit előbb mondtunk, hogy nem kormányt hirdetnek, hanem problémákra adnak szinte ilyen intézményes és személyes válaszokat is. Uh-huh. Na hát akkor egy pici szünetet kell, hogy tartsunk most, és a reklám után viszont hát Banguni ügyével folytatjuk. Ugye a hétvégén derült ki, hogy hazudott a diplomájára, úgyhogy innentől kezdve már nem is tagja az MSZP-nek, ezzel a témával folytatjuk. És akkor már is folytatjuk a nap hírét, itt a második félidő, és azt ígértem önöknek a reklám előtt, hogy Banguni diploma ügyével folytatjuk, ami nem is annyira egyszerű ügy, már mert hogy más politikusok diplomájának az ügye is előkerült ezzel kapcsolatban, nézzük meg egy összefoglalót erről.
szerintem ez ebben az ügyben minden benne van, ami a Fideszt jellemzi az elmúlt 12 évben. Így reagált még csütörtökön a Völner ügyre Bangóné Borbély Ildikó. A vendégek azt is kifogásolták, hogy a botrány szereplői jogi vizsgákat is el tudtak intézni több egyetemen. Bangóné Borbély Ildikóról azóta kiderült, nemhogy diplomája nincs, de nem is járt a Budapesti Gazdasági Egyetemre, illetve akkor még főiskolára. Az MSZP ki is zárt a soraiból, és nem is indítják a választásokon. A parlament honlapján közben még a délután is azt szerepelt, hogy a politikus közgazdászként végzett 2013-ban. Márkizai Péter örül annak, hogy a szocialisták gyorsan léptek az ügyben. Gulyás Gergely miniszter pedig Facebook posztjában Hajnal Miklósról kérdezte a Momentumot. Szerinte nekik is ugyanolyan gyorsan kellene lépniük, mint az MSZP-nek, hiszen korábban Hajnal Miklós többször is azt állította, diplomás közgazdász. A politikus már tavaly azt mondta, az előválasztás miatt függesztette fel oxfordi tanulmányait. Közben a Debreciner portál azt írta, Kósa Lajos két cikluson át 1990 és 98 között állította magáról, hogy egyetemi diplomája van. Ez szerepelt is az országgyűlés honlapján. Most már kijavították a honlapon, Kósa Lajos nem diplomázott le, csak abszolutóriuma van. Idegen nyelvet pedig nem közép, hanem csak társalgási szinten beszél, vagyis nincs nyelvvizsgája. Na hát ugye azért mondtam itt a bevezetőben, hogy Bangóné diploma ugye más politikusok diploma ügyét is előhozta, ugye itt előkerült Hajnal Miklós és Kósa Lajos ügye is. Mielőtt a részletekben elemegyünk ki, hogy látta, egy vagy több ügyről van szó, tehát hasonlóak, ugyanolyan típusú ügyekről van szó, vagy különböző ügyekről van szó. Másként kell-e megítélni például akár a három politikus diploma ügyét? Szerintem érdemes nézni a környezetet, amiben ez az ügy most előjött, mégpedig ugye múlt héten a Völner ügy kapcsán kiderült, hogy lényegében SMS-ben lehetett rendelni sikeres jogi egyetemi vizsgákat bizonyos kiváltságos embereknek, és nyilván ez az ügy elkezdett egyre jobban a nyilvánosságban szerepet kapni, és akkor a Fidesz elővette a fiókból azt, ami valószínűleg már évek óta ott volt náluk, hogy megpróbálják lényegében kiegyenlíteni, és a szavazók számára egy ilyen zavaros helyzetet kelteni, hogy egyik oldal, másik oldal. Tehát szerintem ez nagyon fontos, hogy érzékeljük, hogy ez miért most és ebben a formában érkezik meg. Másrésztről azt gondolom, hogy az ellenzéknél, a mi oldalunkon van megfelelő válasz az ilyen esetekre, méghozzá nem volt kenegetés, nem volt maszatolás, hanem gyorsan a megfelelő válasz érkezett erre, nem úgy, mint a Fidesznél, ahol lehet látni, hogy még tényleg a Bundesligás frizurát megtevő Lajosnál, Kósa Lajosnál ugye vannak különböző botrányos ügyek, és ez több mint 10 éve semmi nem történt ebben. Vagy volt egy államelnökünk, aki copy-paste-tel rakta össze lényegében a diplomamunkáját, és ebben se történt semmi. Tehát az egyik oldalon nincsen lelősségvállalat. Azért volt következménye annak is, annak az ügy. Kikényszerített következménye volt, nem magától, és nem is a rendszeren belülről jött, hanem hosszú időn át elhúzódó, kikényszerített válasz volt rá. Hát akkor más ügyek ezek? Másként kell megítélni ezeket az ügyeket? Nagyon jó, mert te hangzott a politikai megfejtés az egésznek, ugye a háttérben. Azért az egyik ügy, vagy vannak olyan ügyek, éppen azt próbáltam én új ügyként, most szinte az összeset felsoroltad, ami most így összehasonlítható, de ott volt például talán 10 évvel ezelőtt Semmény Zsoltnak az ügye, ahol a saját témavezetőjével attól vett el szöveget, vagy talán feltételezhetően lehet, hogy akkor még plagizált, és ezt megírta az akkori Népszabadság, és most tette ki éppen a Népszabad egyik újságírója, ezt ugye ez jutott eszébe. Tehát azt mondom, hogy az, hogy mi válik hiteltelenné, és ki hogy hazudik, vagy ki hogyan csal, abban vannak formabeli különbségek. De az is biztos, hogy a politikai életben van egy ilyen kényszer, hát azért európai példák is vannak, igaz, ott még jobban látszik az, hogy akár egy miniszter is lemondhat akkor, hogyha plagizáláson kapják, amit előbb mondtam. Tehát ugyanilyen gyors következmények vannak, mint amit most az ellenzék tudott prezentálni, úgyhogy ez ebből a szempontból fontos, és a visszatérve az alapkérdésre, igen, összehasonlíthatóak, mindegyik politikai közösségben kiderül emberekről, hogy valami, vagy nem kiderülhet emberekről, hogy hamisat állított, az nem az egész politikai közösségnek a tökéletes kudarca, pár akkor, hogyha ilyen gyorsan reagál. Itt csak a reagálás, meg ugye a következmények miatt kérdeztem, ugye amiről szó volt, hogy Bangóné esetében lépett az MSZP, ugye a Kósa Lajos esetében egy régi ügyről van szó, ugye évekkel ezelőtti történetről van szó, ami után azóta változott, ugye Hajnal Miklós esetében ő is ugye oda járt, csak nem fejezte be az egyetemet, ezt is ugye elmondta, tehát azért kérdeztem, hogy ezek ilyen értelemben mennyire, vagy mennyire kellene mondjuk a többieknek akár a lemondással foglalkozniuk, vagy nem? Nyilván összehasonlíthatóak is az ügyek, meg nagyon mások is az ügyek. Én tényleg csak azt hangsúlyoznám, ami tényleg egy lényeges eleme ennek a jelenlegi helyzetnek, hogy az
a jelenlegi ellenzéknek arra kell kényesen ügyelni, hogy mi egy olyan országot kell, hogy felépítsünk, ami már nem lesz következmények nélküli ország. Tehát amit egyébként látunk a Fideszben, hogy lényegében bármilyen probléma felmerül bárkivel szemben, azt eltussolják, elkenik, nem nyilatkoznak róla, titkosítják, lemondunk az EU-s pénzekről, inkább nem is kérjük a támogatást, majd kifizetjük az adófizető pénzéből, csak ne derüljön ki, hogy ki mit csalt. Tehát ha kellően közel van a tűzhöz, a csúcsához a rendszernek, ha kellően jó a viszonya Orbán Viktorral, akkor lényegében nincs olyan elkövetése, mint ne próbálna meg a Fidesz szőnyeg alá söpörni és eltussolni. Ezt a rendszert kell lebontsuk, és ebből a szempontból nagyon fontos, amit valóban itt elhangzott több irányból is, és teljesen egyetértek vele, hogy a legfontosabb elem az az volt, hogy ebben a helyzetben Bangóni esetére az MSZP, akinek dolga volt erre reagálni, hiszen az ő pártja volt, vagy az ő korábbi pártja, teljesen jó ütemben és azonnal reagált, és felmutatta azt, hogy igen, van következménye egy ilyen helyzetnek. Azt a részét pedig nem, tehát nem látom indokoltnak, hogy mennyire fontos amúgy a politikai aktivitáshoz, főleg az országnak nagyon széles része kisfalvas településeken és társaiban. Nem tudom, hogy mennyire elvárása az állam igazgatás közelébe kerülő emberek felé, hogy őnekik feltétlenül legyen diplomájuk. Szerintem az állampolgároknak egy jelentős része azt várja el, hogy az ő ügyeikkel foglalkozzanak, és teljesen mindegy neki, hogy egyébként papíron milyen végzettsége van ennek a személynek. Azt szeretné, hogy őt képviselje, ő ügyei legyenek a fókuszban. Ezzel szemben a Fidesznél folyamatosan azt látjuk, hogy teljesen mindegy, ki mit csinál. Ha nagyon közel van a tűzhöz, akkor az el lesz tusolva, akkor nem lesznek következmények. Esetleg nézzünk bele a nap kérdésére, megkérdezem, majd kérem a kollégákat, hogy mutassuk meg újra, hogy hogy áll a szavazás, mert pont ezt kérdeztük önöktől. Ugye maradt egyelőre 61% azt mondja, hogy nem feltétlenül kell diplomával rendelkezni, és 39% azt mondja, hogy nagyon is. Ezek szerint itt az önvéleményét már hallottuk, többiek mit gondolnak erről? Kell a diploma, vagy nem kell a diploma? Én kicsit szigorú vagyok. Szigorúbb vagyok ebből a szempontból. Én értem, hogy egy átlag állampolgár önmagában azt várja el egy politikustól, hogy kapcsolatban legyen vele és az ő érdekeit képviselje. Ez oké, de hogyha valaki pont egy ilyen törvényhozási rendszerben próbál érvényesülni, nem véletlenül érzik az érintett politikusok, akik hazudnak ebben az esetben, hogy van egy olyan elvárás velük szemben, hogy legyen egy diplomájuk, mert avval tudja átlan Magyarországon a jelenlegi oktatási rendszerben bizonyítani, mondjuk egy politikus is, hogy átlát egy rendszer működését, és ilyen szempontból képes egy minőségi munkára. Igen, azt gondolom, hogy politikussal szemben nem kötelezettség, de hogy egy ilyen burkolt elvárás a rendszeren belül, hogy legyen diplomája. Igen, mert ugye pont azt próbáltuk itt megfejteni, talán elárulhatjuk a nézőknek azt, hogy vajon mi motiválhatta Bangónit arra, hogy mondjuk egy ilyen állítást tegyen, aminek ugye nincs semmi valóság alapja. Mi lehetett a háttérben, vagy mi okozhatta azt, hogy ő egy ilyen szintű hát hazugságot hozott, és erre próbáltunk itt magyarázatot mondani. Ha... Nagyon egyetértek, ez a burkolt elvárás, ez van, és szerintem sajnos az a baj, hogy ez bizonyos szinten létezik, mert azért ne felejtsük el, hogy a parlamentnek egyfajta reprezentációs funkciója is van, hogy megpróbálja a lakosság és a szavazók minden társadalmi rétegből egy ideális világban, hogy legyenek képviselők bent a parlamentben, hogy az ő véleményüket és az ő nézeteiket le tudják képezni, és ugye mind a magyar, mind más külföldi társadalmakban is a diplomások kisebbségben vannak, és éppen ezért az, hogy olyan emberek, akik olyan társadalmi csoportokból tudnak érkezni, amelyek kevésbé jó helyzetben vannak, illetve nehezebb körülmények között vannak, illetve akár oktatási szempontból is nehezebb helyzetűek. Ez szerintem egy fontos, és számomra, mint zöld baloldali politikus számára, ez egy fontos érték, és fontos, hogy azon dolgozzunk, hogy a társadalom minél jobban leképződjön a parlamentben, és minél jobban megjelenítődjessenek azok a társadalmi csoportok, akiknek nehezebb a sorsuk. Egyébként, ha már az ideális világról beszél, akkor folytassuk egy interjúval, amit Földes László Hóbó adott a HVG-nek. Ebből származik a mai nap mondata, már is mutatjuk önöknek, hogy mit mondott tehát Hóbó. Azt mondta, hogy ha visszagondolok, mit reméltünk 30 évvel ezelőtt arról, milyen lesz ez az ország, és körülnézek, milyen lett, kétségbeejtő a helyzet. Döbbenetes az a gyűlölködés, ami van. Csak nézzük meg a kommenteket, a Facebookot, az újságokat, a televíziókat.
ezt mondta tehát Földes László, és azt is hozzátette még, hogy egyébként nincs ezen az egész helyzeten mit meglepődni, mert hogy a gyűlölködés az nálunk egyfajta tradíció, tehát hogy hozzátartozik a társadalmunkhoz. Ki mit gondol? Eléggé pesszimista ez a gondolat, és ha már itt végvettük a korrupciót, meg az elég érdekes elemeket kiemeltünk a mai adásban is, ehhez képest ki mit gondol erről, hogy tényleg itt tartunk, hogy kétségbejtő a helyzet? Ki hogy látja? Zoli? Én, ahogy mondjam, tehát hogy egyrészt nagyon sokra tartom azt, akiről beszélünk, kötődöm hozzá érzelmileg is, mégis, és önmagában nagyon örülök annak, hogy Magyarországon nem feltétlenül divat, hogy egy művész ember elmondja a politikai véleményét, ezt néha egy kicsit olyan furcsa néznek. Én szeretem meghallgatni azt, hogy mit gondolnak ezek az emberek, legyen szó egy íróról, egy dalszerzőről, hogy mit gondol a politikáról, tehát szerintem ez hiányzik a magyar közéletben. Ettől függetlenül ezt az általad jelzett pesszimizmust, ezt egy kicsit megfáradtnak érzem. Pont egy olyan emberről beszélünk, aki a rendszerváltást megelőzően lát egy ilyen pályaívet Magyarországon, vagy látja azt, hogy hogyan változott. Én azt gondolom, hogy régen is voltak ilyen problémák, most is nagyon fontos problémák vannak, én nem érzek ekkora hangsúlybeli különbséget, hát, mint amit ő állít. Kétségbehető a helyzet, igen, és talán én ennyire nem vagyok pesszimista, mint ott. Igen. Nem tudom, mi a kérdés? Ez a fajta gyűlölködés, amiről ő beszél, hogy döbbenetes. Pontosan így. A politikának mindig megvolt ez a hogyan tegyük tönkre az ellenfelet, hogyan ne versenyezzünk, hanem hogyan győzzük le, vagy semmisítsük meg a másikat. Szerintem ez a politikában lehet, hogy változott a modern eszközökkel, és most ezt egy ennyi idős, ilyen távlatokat látó ember ilyen pessimista látja, csak hogy ebben viszont nem tudok vele azonosulni, én csak erre utaltam. Na hát akkor van két politikusunk, aki igazán aktív a közéletben. Elég éles kritika ez, ha így a politikusok felé, hogy esetleg önök miatt is tarthatunk itt, mármint a politika miatt is tarthatunk itt, hogy ilyen szintű a gyűlölködés? Igen, ne felejtsük el, hogy ez nem egy légüres térben történik, amiről beszélünk, ez a gyűlölködés, hanem van Magyarországon is Orbán Viktor vezetésével egy olyan gyűlölet hadsereg, ami online módon építette fel azt az infrastruktúrát, hogy előállítsa, gerjessze és terjessze a gyűlöletet. Tehát nem kell messzebbre menni, csak egy saját személyes példa, hogy nálam a Dunakeszi központú körzetben az elmúlt másfél hétben több mint 1 millió forintot költöttek egy komu oldalon keresztül az én és más ellenzéki politikusok hazugsággal való lejáratására. Tehát ez iparszerűen, előre kitaláltan, szinte már tudományos alapokon több százfős tábokat működtetve működik, és célozza meg az embereket, és azt gondolom, hogy ez métejezi a társadalmat, és sajnos eljut az emberekhez, és sajnos hatását fejti ki, és éppen ezért kell a 22-es választások után egy olyan világot teremtenünk, egy olyan zöld és igazságos Magyarországot, ahol a politikai kultúrát... Meg lehet ezt változtatni, ezt a kultúrát egy kormányváltással? El lehet kezdeni a munkát. Nyilván varázsütésre nem fog minden megváltozni, de az, hogy az ország vezetői, akkori vezetőiből egy másfajta kultúra és egy másfajta hozzáállás fog sugározni, ennek igenis lesz kihatása. Illetve ne felejtsük el, hogy 30 évvel ezelőtt tulajdonképpen, amiről most itt beszélünk, azért itt arról az időszakról beszélünk, hogy 30 évvel ezelőtt kezdte ez a társadalom el tanulni a többpárti demokrácia rendszerét. A kezdeti szakaszban, a kezdeti fázisban nagyon szépnek és nagyon magasztosnak tűnt, és minden szereplő friss levegőt érzett, és úgy érezte, hogy itt most valami új kezdődött, valami jó kezdődött. Az egy probléma, most már az elmúlt 12 évet látva, hogy ez a fajta társadalmi megosztottságra épülő politikai rendszer, amit a kormány kiépített, egyébként megnyugtatlak, Dél-Borsodban ugyanezt a pénzt elköltik, annyit csinálnak, hogy a nevünket kicserélik meg a fotókat, és ennyi történik, de hogy amit ők építettek rendszert, az a társadalmi megosztottságnak a szélesítésére és mélyítésére épült. Ugyanis így lehet megfelelően tematizálni és megfelelően mozgósítani a saját szavazókat. Azonban a rendszer, amikor 30 évvel ezelőtt elindult, akkor az egy tanulási fázisnak a kezdete is volt. És én erről beszéltem egy előző kérdés esetén is. Hogyha úgy tekintünk erre az elmúlt 30 évre, mint egy tanulási folyamatra, akkor abból az elmúlt 12 év, az, ha úgy tetszik, az az időszak, amikor rávilágított Orbán rendszere arra, hogy milyen kiskapukat hagytunk 30 évvel ezelőtt a rendszerváltáskor az újonnan épülő rendszer alapjaiba, hogyan tudták visszafordítani például a kétharmados féket és ellensúlyt, ami annó úgy lett tervezve, hogy ennyit csak nem tud egy párt se elérni, hiszen több párti demokrácia lesz. Igen, a Fidesz rávilágított, hogy szükség lesz más garanciákra is. Tehát az elmúlt 12 év egy fontos tanulási folyamat, és ebből a szempontból én sem vagyok ennyire pesszimista, ugyanis látjuk,
hogy mik voltak azok a hiányosságok és problémák, amiket ki kell küszöbölnünk, hogy egy élhető rendszer tudjunk ezután megépíteni. Akkor csak egy gyors kérdés itt a végére, ugye arról beszéltünk, hogy ezek a politikai eszközök ugye nyilván nagyon régóta benne vannak a politikában, nem csak Magyarországon, külföldön, és változhat ez, hogyha változik a politika, akkor változhat ilyen értelemben a társadalomnak a hozzáállása, tehát akkor a gyűlölködés automatikusan megszűnhet, ez így működik? Én nem értem még azt a hatást, hogy mi lenne az, ami ezt megszüntetné. Még akkor is, hogyha azt látjuk, hogy a botrányok egyre kevés, vagy másként hatnak, mint hatottak 2 évvel ezelőtt. Tehát, hogy lehet, hogy egyszer elérünk egy terítettségi pontot, és úgy tudunk beszélni a politikáról, hogy ilyen nincs benne, de hogy szerintem ez egy elég idealista elképzelés. Hú, hát akkor ez a végszó. Mára nagyon szépen köszönöm a vendégeinknek, hogy itt voltak, és elmondták a véleményüket. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmüket. Maradjanak továbbra is az ATV-vel. Szép estét, viszontlátásra!